Mennyire nehéz egy élmeccs után nyilatkozni, amikor ugye hosszabbításban úgy tűnt egy bombagolla, hogy, hogy itt még a továbbítás, sőt, továbbításra álltatok, ugye? Nehéz, hogy nem meg kell szólalni, hiszen ez a munkám ilyenkor. Nyilvánvalóan alapjában még ez egy nehéz szituáció, hiszen remekül játszottunk. Nyertünk, de mégsem jártunk teljes sikerrel. Az ember most szomorú, játékosok nyilván csalódottak. De azt mondtam nekik, amik szerintem így is van, hogy néhány nap, néhány hét múlva erre a meccsre egész máshogy fogunk gondolni, mint hogy egy kudarc, hanem úgy fogunk rá gondolni, hogy erre a napra datálódik az, hogy a haladás úgymond összeállt, a legjobbkori haladás, hiszen elég nehéz helyzetben van a klub, volt a klub. Még mindig kieső helyen vagyunk ugye a táblázatot tabellát tekintve, de ez a meccs megmutatta azt, hogy igen, és van keresni valónk a magyar labdarúgás második osztályában, sőt, talán még később, majd följebb is. Jelen pillanatban még szomorúk a játékosaim, én sem vagyok boldog, de én mondom, néhány nap múlva ez majd máshogy fog szerintem már bennünk kiváltani érzéseket. Igen, mondtad azt is, ugye, hogy most a bajnokság ugye a legfontosabb számotok, hogy benn maradjatok. Mi lett volna, hogyha nem a bajnokság lett volna fontosabb, akkor még teljesítmény lehetetek volna képesek? Nem, itt arról van szó, hogy a bajnokság a legfontosabb, nyilván tényszerűen, hiszen ott kell elsősorban vitézkednünk, de egy sportember, egy labdarúgó, vagy egy férfi ezt nem teheti meg, hogy ne teljes erőbedobással játszani egy ilyen mérkőzés, nem teheti meg a szurkolókkal szemben, nem teheti meg a klubbal szemben, nem teheti meg saját magával szemben. Ezért úgy mentünk a mérkőzésre, amit talán te is láttál, hogy megtettünk mindent, nagyszerűen játszottunk, tökéletes taktikai fegyelemmel játszottunk, hatalmas tűzzel, szenvedéllyel játszottunk, harcosan játszottunk, az ellenfelet tisztelve, de cseppnyi félelem nélkül játszottunk. Ez már erre volt elég. Nagyon bizalmat ad ugye a hétvégi meccs is, és ez a meccs is itt a folytatása? Minden mérkőzés más nyilvánvalóan, hiszen ezt látni kell, hogy most picit mi voltunk úgymond kedvező helyzetben, hiszen egy jobb csapattal találkoztunk, magasabban jegyzett csapattal találkoztunk a két párharc alatt. Most hétvégén más meccs vár ránk, hasonló játékerőt képviselő csapattal fogunk találkozni, mint amilyenek mi vagyunk. De ettől függetlenül, ha ilyen taktikai fegyelemmel, ilyen hozzáállással tudunk játszolni, akkor sikeresek lehetünk. És hogy érezted, bármiben érezhető volt ezen a meccsen az odavágónak még az utózöngi, ami a meccs után történt, akár a takaskodás, akár az eltiltás? Nagyon köszönöm a kérdésedet. Minden az első meccs után elmondott szavamat vállalom. Szomorú, hogy magyar pályán ilyen megtörténhet, szomorú a jelenség maga. Ettől függetlenül tiszta szívemből kívánok a Szándéknó mesternek, illetve az egész klubnak, Honvéd családnak kupa győzelmet. Tényleg azt gondolom, hogy ez a klub újfel megérett arra, hogy kupa győztes legyen. Én ebben a sorozatban nehéz fogok szurkolni.